Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban egy nagyon, de nagyon érdekes command block szerkezettel jöttem nektek. Valószínűleg hasonlót még nem is láthattatok. Mint ahogy a címből is látjátok, igen, egy versenyautóról lesz szó a mai videóban, amit le fogunk hívni, vezetni fogunk, színezni és minden. Szóval kezdjük is el a videót! Ez egy nagyon bonyolult command block szerkezet. Három darab command block parancs szükséges majd ahhoz, hogy mi ezt tudjuk futtatni. És minden ott lesz a leírásban, tehát kaptok majd egy weboldalt, és mind a három commandot egyesével bemásoljátok a leérkező command blockba amit mindjárt megmutatok, hogy hogyan kell. 1.9-ben működik ez az egész szerkezet, de hát nem is húzom tovább a szót, hanem kezdjünk is bele. Lehet, hogy picit rövid videó lesz. Én úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen be kell nektek ezt mutassam, mert annyira jól ki van dolgozva. És fog kellene egy resource pack is, ez nagyon fontos. Úgyhogy azt se felejtsétek el, de, de ott van az oldalon minden leírva. Tehát ott a három parancs, három különböző fül és a resource pack. Tehát igazából eltéveszteni nem lehet. Command block, innentől kezdve már nem is kell semmi a kezünkbe. Megnyitjuk, oda az oldalra, és az első commandot kimásoljuk Ctrl-C segítségével, Ctrl-V-vel beillesztjük, Always Active, Done. Oké, okay. első fele kész, jöhet a második command block, ezt nem én raktam, hanem leesett az égből, égből termett command block. jöhet a második, beillesztjük, Always Active, Done. Harmadik, másolás, beillesztés, Always Active, Done. Mert nem is ad kiktől command ennyi. Itt látjátok, hogy be is szedte az egészet, jó nagy szerkezet, és tényleg nagyon jól ki van dolgozva. A mindentől a dolgotok az az, hogy nem kötelező spawnolni villager-t, viszont mindenféleképpen kell találni egyet, aminek az a némtegje, hogy, mindjárt meg is látjátok, car Szóval ez a... Ez a mi villagerünk. Az alapból leszponolt villagerök közül valamelyikre rak egy ilyen némteget. Ez a szerkezet, és akkor vele kell gazdálkodnunk. Traderünk is vele, tehát kell 64 vas és egy nether star, majd pedig kell 5 darab arany. Oké, okay. akkor szedjük ki a vasat, szedjük ki a nether start, majd pedig az 5 aranyat. Egész egyszerűen csak adjuk neki oda, ki is veszük a kocsit. Látjátok, hogy itt van már nálunk a kár, és kiveszünk egy ilyet, ez a wrench ez arra fog kelleni, hogy a kocsit valamilyen módon fel tudjuk majd szedni. Oké, okay. akkor parkoljunk is lakocsival. Itt is van, igen, csak picit belebuggoltam ugye ide, de azt, azzal nem kell foglalkozni, tehát itt a kocsi. És csináljuk meg olyanra, amilyen a borítóképen szerepel, tehát legyen piros. És igazából úgy tudjátok színezni, hogy kivesztek ilyen különböző színezőanyagokat, és rádobjátok. Ennyi. Itt a rendszáma, Különböző lámpák, meg kipufogó is van, nézzétek meg, tök jól ki van dolgozva az, az egész. És tényleg, konkrétan ez egy versenyautó. A wrenchet azt el kell távolítani. Tehát nagyon fontos, hogy... itt nem eltávolítani, hanem berakni, tök mindegy, hogy hova. Tehát az a nagyon fontos, hogy a kezetekben az első két sloton ne legyen semmi. Mert ott lesz a gáz és a fék. Oké, üljünk is be. Egy picit ugrani kell, mert e, ilyen nézetbe vagytok. Így. Hát igen, felülnézed, de, de azért mégiscsak jó. És látjátok, hogy itt van a kezünkben a fék, illetve a gázpedál. úgy kell ezzel működtetni a kocsit, hogy folyamatosan lenyomva tartjátok a jobb klikket. Tehát mondjuk itt a speed, tehát az egyes az a speed. Nyomjuk a jobb klikket, és meg is indul az autónk. És amerre nézzünk, arra fog menni a kis jószág és akkor tudunk ilyen f nézet, tehát így ajánlott egyébként ilyen f dologban. Néha egy picit nem egyből érzékeli a fordulást, mármint ugye amikor ti fordultak, de hát azzal nyilvánvalóan nem kell teljes mértékben foglalkozni. Ez mégiscsak egy szerkezet, tehát hogy nem egy alapvető beépített feature a minecraft -ban. Ó, nem bírtam elcsapni a villager-t, várjál, -e, csapd el! <laughs> nem, nem, lehet vele elcsapni. Embereket, se villager-t, se semmit. Azért mondjuk vissza szeretnék menni a szerkezethez, úgyhogy légy szíves, arra vedd az irányt. És a fékkel pedig ugyanúgy jobbklik. Igen, és van egy ilyen nagyon hülye kis hangja. Tolatni nem lehet vele. Ez, hát nem tudom, ez mondjuk nem egy hátrány, tehát igazából ki az, aki tolatna Minecraftban egy kocsival. De tényleg lehet vele menni. Igazából ha egy egyszer megnyomod a jobbkliket, akkor nem igazán történik semmi, ha csak kicsit, akkor utána megállsz. lassú egyre jobban. És ennyi, tényleg ez a kocsi, de, de nagyon mókás, és, és, tényleg ez, ez, nagyon hasznos lehetne ö, több szervernek is, hogyha ezt meg tudnák valósítani, csak, csak nagyon laggóan szerintem a, a, szerver. Viszont baráti társaságban, illetve nem tudom, egy játékos módban szerintem tökéletes lehet, hogyha egy kis plusz szeretnétek a Minecraft-ba. és shift tudtok leszállni igazából. Kiszálltok, és rádobjátok ezt a wrench -et és akkor megkapjátok a kocsit, a wrenchet viszont nem, szóval azt újra kell a villager-től lopni, <laughs> úgymond. Úgyhogy mindig tartsatok magatoknál egy carvendert. Szóval srácok, szeretném nektek megköszönni a figyelmet az én kis autómmal. Remélem, hogy tetszett ez a mai videó, és tényleg ki fogjátok ti is próbálni ezt a kocsit. Mert, mert nagyon jó is, és tényleg, tényleg tök jó vezetni. Szóval köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!